Sokan utaznak külföldre a nyári hónapokban, kevesebben vannak azonban, akik előtte tájékozódnak, miket vihetnek ki vagy hozhatnak be magukkal az országba. És nem csak ajándékként szánt dolgokra vonatkoznak a korlátozások, házi kedvencek utaztatására is vannak szabályok. Fontos figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyaralási szezon kezdetén a külföldi utazásokhoz kapcsolódó szabályokra. Egyébek mellett az engedély köteles árukra, gyógyszerkivitelre, vagy a kutyák-macskák utaztatásához szükséges feltételekre hívta fel a figyelmet. A folyamatos gyógyszeres kezelés alatt álló például csak a kezelőorvosuk által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaik során, erről érdemes a házi orvostól igazolást kérni. Az ötven évnél régebbi kulturális javak, például az 50 ezer forintot meghaladó értékű festmények, más képzőművészeti alkotások, antik könyvek kivitele pedig szintén csak engedélyen lehetséges. Óvatosan tehát a szuvenír nem biztos, hogy bármivel felengednek aztán a repülőre. Ha tiltott dolgot próbálunk a bőrön rejteni, akár tájékozatlanságból, akár szándékosan, bírságot, sőt, akár szabadságvesztést is kaphatunk. Figyeljünk oda ezekre a dolgokra, hogy ne érjen véget rosszul az amúgy jól sikerült nyaralás. Venégem a stúdióban a téma kapcsán a NAV Szabolszát már megyei adó és vám igazgatósága képviseletében. Dávid Zoltán pénzügyőr, a lezredes rendészeti főosztályvezető. Köszöntöm és köszönöm. köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy nagyon pozitív, rövid, felkiáltó mondat hurrá nyaralunk. Eddig mindenki nagyon örül, amíg ezt elolvassa, aztán látja, hogy a NAV egy ilyen közleményt ad ki, de még ott sem kell kétségbe esni, hiszen ha elolvassuk, akkor rájövünk, hogy önök éppen a javunkat akar. Ezzel. Igen, természetesen. Tapasztalatból tudom mondani, hogy munkám során szerzett tapasztalatokból, hogy nagyon be tud árnyékolni mind a nyaralás kezdetét, mind a nyaralás végét egy olyan dolog, hogyha nem vagyunk tisztában az utazáshoz szükséges kellő információkkal, ugyanis nagyon sok esetben ezek ismeretének hiányában pénzbírság és hát sajnos szabadságvesztéssel büntetőjogi felelősségre vonás is belecsöppenhetünk. Elsőleg fontosabb dolog szó esett a kisállatok házi kedvencek szállításáról. Minden esetben az Európai Unió területén belül, ugye szállítunk kisállatokat utazásunk alkalmával, egyébként nagyon sok országban már fel vannak készülve az ilyen vendégek fogadására kutya, állatbarát, éttermek és szállodák rendelkezése. Ezért nincs sok tennivalónk Európai Unión belül a kisállatokhoz elég egy állatorvosi igazolás és egyben egy állatútlevél kiadása. Viszont szükséges ismerni azt, hogy például egy Magyarország-Görögország utazási viszonylatban, amennyiben Szerbián és Makedónián keresztül utazunk, azért érdemes tájékozódni a különböző országok külképviseleténél, valamint állategészségügyi intézményeknél. Ugyanis itt kérhetnek egyéb kötelező érvényű dokumentumokat, például vérvizsgálat totalátámasztó dokumentumokat is. Nagyon fontos ez az mindenképp tájékozódni kell ebben. Igazából vannak olyan termékkörök, amiket például gyógyszer, gyógyszertermékek, jövedéki termékek, kulturális örökségvédelem alatt álló termékek, amelyekre szintén vannak külön szabályrendszerek. Például kiutazás alkalmával természetesen az folyamatos gyógyszeres, gyógyszeres kezelés alatt álló utazók vihetnek magukkal az ott tartózkodásuk idejére szükséges gyógyszermennyiséget, azonban nem árt, hogyha ezt a házi orvosi igazolás kíséretében történik. Ugye kisállatról beszéltünk, kulturális örökségvédelmi termékek, ugye 50 év fölötti és 50 ezer forint fölött értéket képviselő műkincsek, antik könyvek, szállításához is egyébként engedély szükséges. Itt mindig tudja maga az utazó, hogy mi van a birtokában, vagy mi az, amit vinni szeretne? Hát én, én, én úgy gondolom, hogyha ha valaki szeretne vinni, azért tájékozódik ebben a körben, hogy milyen értéket képvisel, mi a szándéka vele abba az országba, ahová utazik fel. Én úgy gondolom, hogy azért tisztában kellene lenni vele, tájékozódni kéne ilyen irányban a kiutazás előtt. Akár egy értékbecslés, hogyha nincs tisztában az értékével, szakértő megmondja az adott terméknek az értékét. De ez behozatalra is vonatkozik? Így van, behozatalra is vonatkozik. Igen, természetesen. Nagyon fontos azon országokban látogatók, távol keleti exotikus országok, ahol ugye sokszor elengedhetetlen, hogy elcsábulnak az emberek különböző elefántcsontból, védettek nősök egzotikus állatok bőréből készült termékeket, óvaintek mindenkit ezek termékek megvásárlásától és behozatalától, ugyanis ez mind az Unióban és mind harmadik országban tilos ezeknek a termékeknek a behozatala, és itt azért egy elég komoly pénzbírság és büntetőjogi felelősségre vonásra is számíthatnak a személyek. Nagyon fontos ismerni a jövedéki termékek behozatalára vonatkozó szabályokat harmadik országból az Európai Unió területére, jövedéki terméket 17 évet betöltött kor fölött lehet behozni. Itt jogszabály írás szerint 17 évet betöltött személy hozhat cigarettából két doboz cigarettát. Itt van még egy fontos részlet szabály, ugyanis vadlagosan engedélyezi a jogszabály, hogy vagy 40 szál cigaretta, vagy 20 szál szivarka, vagy 10 szál szivar, vagy pedig 5 fengram vágott dohány. Tehát ezeket nem együttesen lehet behozni, ezek közül opcionálisan választani kell valamelyiket, hogy melyiket szeretnénk behozni. Behozható továbbá ezen kereteken belül 16 liter sör, 1 liter szeszes ital, és hozható még be bor termék is. Uh... Akik gyakran utaznak, azok lehet, hogy már jobban ö, ismerik ezeket a határokat, ha egyáltalán érdekes az ő életükben, és szeretnének ilyen jellegű termékeket behozni ö, magukkal. A, de az mindenképpen ö, változást jelenthet, és utána nézést igényel, hogyha más típusú vidékre mennek, mint ami mondjuk megszokott. Hol tudnak tájékozódni? Természetesen lehetőség van a Nemzetközi Sámivatal hivatalos oldalán tájékozódni, valamint van egy ingyenesen hívható 18-19-es szám, ahol kollégáim készségesen állnak a kérdések elé, és mindenben tájékoztatást adnak. Lehet, hogy más szempontból is pozitív az, hogy most beszélgetünk, nem csak, hogy ezen a területen adunk tájékoztatást a kedves nézőknek, hanem, hogy én a NAV egyik munkatársával beszélgetek egy ilyen témában. Ez mióta van így, hogy ez, hogy önöktől hívhatunk vendéget egy ilyen témában? Folyamatosan én amellett, hogy vezetőbeosztást töltök én sajtóreferensi feladatokat is ellátok, és hát ugye magától értetődik, hogy átmennek bizonyos dolgok a kezemen, érdekességek, amiket én mindenképp feladatomnak érzem ezeket kiragadni. Ezekről egy sajtó közlemény készítek, megküldöm a média és hát nagyon sokszor ezek alapján szerencsére kapunk, kapok felkéréseket ilyenfajta beszélgetésre, és természetesen ezután is szívesen állok bárkinek a rendelkezésére. Azon túl, hogy természetesen így kell beszélgetnünk akár az utazás és a különböző termékek kivitelét behozatalát illető kérdésekről, azért önök más területen is azért nap, mint nap végzik a feladatukat, most nyáron is. Így van. Bizonyára sokan nem tudják, hogy a Nemzetodi Sámhivatal egy új ellenőrzési szemléletben komplex ellenőrzésnek hívjuk azt a fajta tevékenységet, amit végzünk. Ennek röviden az a lényege, hogy megjelenünk a különböző közterületeken, piacok, közutak területein, és megpróbálunk az általunk feltárt jogsértéseken túl olyan más jogsértéseket is megapítani, amik nem feltétlenül a NAV hatáskörébe tartozik. Ilyenkor együttműködés kapcsán különböző hatóságok velünk jelen vannak, és így mindenki megtalálja a saját jogszabálysértő tevékenységét, és el tud benne járni. Ilyen esetekben például kiemelten kezeljük idejévben is a külföldi árusokat, Azokat a külföldi árusokat hangsúlyozom, akik a magyar jogszabályok által támasztott alapvető követelményeknek nem felelnek be, tehát illegálisan végzik a kereskedelmi tevékenységet piacokon, az általuk forgalmazott és árosított élelmiszerekből ezek tejtermékek is lehetnek, édeségek, csokoládék és egyéb fogyasztható termékek. Nem rendelkeznek megfelelő bizonylatokkal, számlákkal és a származásukról sem tudunk semmit. Nyilván ezek, ezekkel szemben eljárunk, bírságszankciót alkalmazunk és minden esetben lefoglaljuk a termékeket, vagy mi, vagy pedig a velünk jelenlévő egyéb hatóságok. Talán az még érdekesebb lehet, hogy a növényvédelemmel is összefüggésbe kerül a szervezet, a hivatal. Így van, ez is egy működésnek köszönhetően a nébik területi szervével folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és ezek során, az eljárásaink során és ellenőrzéseink során fokozottan ellenőrizzük ezeket a termékeket is, és hát nagyon nagy számban találunk erre vonatkozó jogsértéseket, amikor az árusoknál bizony-bizony Magyarországon és az Európai Unióban sem megengedett növényvédő szereket árusítanak. Ezekről köztudottan ugye nincsenek jótékony hatással sem az emberi szervezetre, sem pedig a növény és termény kultúrákra. Mindezok az információk, amik most elhangzottak, amiket ön ismertetett, én gondolom, hogy ezek a honlapon elolvashatóak, és maguk a sajtóközlemények is talán valamilyen hírformájában már elérhetők, ugye, amikor ön, önök ezt kiadják. Így van, ezeket mi folyamatosan publikáljuk nyaranta többször is, és más témakörökben is folyamatosan publikáljuk a tudnivalókat. De természetesen itt a kiutazások kapcsán hozzátartozik, hogy nyilván én azt mondom, hogy egy kellő időben fel kell készülni az utazásokra, kellő időben meg kell történnie a külföldi szerveknek a megkeresésének, gondolok itt a külképviseleti szervezetekhez, hogy időben még utazás előtt megfelelően tájékozódjanak. Köszönjük szépen, hogy elfogadtál meghívásunkat és tájékoztatást adott.